Legalább 28 ember meghalt, miután kedd éjjel szakadékba zuhant egy Pakisztánból Irakba tartó síta zarándokokat szállító busz Irán középső részén. További 23 ember megsérült, közülük 14-en súlyosan. Az előzetes rendőrségi nyomozás szerint a sofőr túl gyorsan vezette a buszt, és elvesztette az ellenőrzést a jármű felett, amelynek eleve meghibásodott volt a fékrendszere. A zarándokok az iraki Kerbalába tartottak, hogy megemlékezzenek a síta vallás egyik legnagyobb ünnepéről, az Arbaínról.